Volt szerencsém a párommal együtt egy-két hetet tölteni Erdélyországba. Változatlanul szerelmes vagyok Erdélynek, és különösen most tett nagyon kemény benyomást Erdély, és úgy gondoltam, hogy megtisztelem az ott lévő embereket, mert én nagyon jól érzem magam köztük, hogy csak Erdélye kapcsolatos témákat fogok megcsinálni, és elhozom. Én ahogy kontaktust tudtam teremteni velük, ezt próbáltam én visszaadni. Én nagyon jóban vagyok ezzel a környékkel, de ugyanúgy jóban voltam, mint az ott lévő emberekkel, az legyen román, legyen magyar. Én legalábbis úgy érzem, majd biztos, hogy más is fogja tapasztalni, remélem tapasztalni fogja, hogy minden kép mögött valami lélek van. Tehát az egy nyugodt táj az egy nyugodt embert, vagy egy embercsoportot is fémjelez, és érzelmi alapon mentek ezek a képek. Tehát nem csak a táj szépsége fogott meg, hanem az ottani légkör. A ráhangolódás, ezt csak úgy tudom megmagyarázni, tényleg meg kell magyaráznom egy képfestésénél, a ráhangolódás az úgy történik, hogy felelevenednek azok a beszélgetések, azok a találkozások az ottani emberekkel, és úgy jönnek a képek elő. Két hónapnak a munkája, pár tavaly előtti kép van, de iszonyatosokat, és nem tudom magam kifesteni. Egy rövid kis sztorit elmondanák, hogyha még az időbe beletelik, vagy belefér. Fent a fogarasokba kilukadt a hűtőm. Egy echte román csapat azonnal beragasztotta a hűtőmet. Egy szó nélkül, nem szóltam nekik. Látták azt, hogy bajba vagyok, megálltak és megcsinálták. Terve is vettük, hogy minden évben meglátogatjuk Erdélyt, és most kaptam egy kiállítás látogatótól, hogy menjek el Ukrajna környékére is, Kárpát aljára. Az is egy csodálatos vidék, megszívlelem ezt a jó tanácsot, mert az a részt még nem jártam be Romániának, akkor teszünk egy ilyen kitérőt. Remélem, sikerül. Az elmúlt időszakban Rácsalmáson volt egy kiállításom a Dunai város mellett, aztán máshol én nem állítottam most ki ebbe az évben, mert el voltam foglalva útépítéssel. Meg jó is volt talán ez a pihenés. Mindenképpen erősíteni akarom ezt a festészetet. Én beszéltem most a Szigeti úrral. Ő is ebbe erősít, hogy ő látja azt, hogy ez a kíméletlen munkának minőségben is van látszatja. És azt mondja, most már kezdi megszokni tőlem ezt az őrült tempót, hogy látja azt, hogy minőség rovására nem mennek a dolgok, de iszonyatosan feszítenek, és én nem tudok úgy meglenni, hogy nem adom ki magamból. De biztos, te is művészember vagy, úgyhogy ezt érzi az ember a belsője, hogy ki kell nyomni az emberbe ezt a dolgot. Megosztom az érzéseimet. Megmondom őszintén, hogy ezt a stílust, nem csak a stílust, hanem magát a témát. Szóval minden ember vágyódik egy nyugalomra. És azt hiszem, hogy az én képeim nem idegesítik az embereket. Talán ez ad erőt, hogy nem akarok én más irányba menni. Portrékat, már kérdezték tőlem, miért nem festek portrékat. Én nem vagyok annyira jobban az emberekkel, mint a természettel. És sajnos nem tudnák. Nem lenne őszinte. Az, hogy én nekem hoznának egy fotót, és annak alapján csinálják meg egy portrét, az nem őszinte. Ez őszinte, ez teljesen őszinte érzés, amit érzek én, amit látok.